nyílászárokat nem kellett kicserélni, a kilincseket nem kellett, minden eredeti, amit ott láttuk. Pintér Szilárd a társulás elnöke mesél a Hagyományok háza épületének előtörténetéről és a felújítás részleteiről. Bár az épület hivatalos átadása megtörtént, a térség polgármesterei most találkoztak először a kulturális és turisztikai feladatokat ellátó intézménnyel. A testület ülésén arról is döntöttek, a közös üzemeltetés alatt álló szociális intézmény működtetéséhez befizetett hozzájárulásokból visszafizet az önkormányzatoknak a társulás. A polgármesterek velem még nem történt, hogy novemberben felülvizsgáljuk egy intézmény költségvetését, és nem pótbefizetést kell eszközölnünk, hanem gyakorlatilag a teljes finanszírozás, amit a tagönkormányzatok 18-ban befizettek, december 15-ig van lehetőségünk visszafizetni, hiszen menet közben a segítőkész szociális alapszolgáltató intézményünknek a finanszírozása oly mértékben változott pozitívan, hogy a normatívából tudjuk gazdaságosan üzemeltetni ezt az intézményt. Ez azt jelenti, hogy több mint 10 millió forintot tud visszaosztani a településeknek a társulás. Ugyancsak a szociális intézmény működését érintő döntés, hogy várhatóan a további létszámbővítés várható február elején a szakmai munkaszínvonalának emelése érdekében.